Június 2-án, immár 11. alkalommal került megrendezésre a Rákoskert napja elnevezésű programsorozat. A Rákoskerti Polgári Kör, valamint a Helyi Művelődési Ház közös szervezésében megvalósuló esemény, különféle színpadi és térprogramokkal, illetve a már hagyományos zászlóátadással várta az érdeklődőket, akik a megszokott helyszínen a platánsoron egésznapos elfoglaltságokon vehettek részt. A rendezvényt Rákosmente önkormányzata, Riz Levente polgármester, Fósz Tivadar alpolgármester, valamint Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő támogatta. A hagyományokhoz hűen idén is a vasútállomásnál a II. Világháború helyi áldozatainak emlékére állított márványtábla koszorúzásával vette kezdetét Rákoskert napja. Az esemény további részében a gyerekek kipróbálhatták az ugrálóvárat, az arcfestést és a kézműves játszóházat is, míg a helyi óvodák és iskolák diákjai egy színpadi fellépés keretében adtak számot táncudásukról. Ugyanígy zumba műsorra is sor került, majd a Szomszédolás nevű program során ecseri néptáncot tekinthettek meg az érdeklődők. A Rákoskerti Polgári Kör, valamint a Helyi Művelődési Ház közös szervezésében megvalósuló programsorozat idén is számos látogatót vonzott. A Rákoskerti Közösségek utcáján kirakodóvásár, kézműves játszóház, mesterségek bemutatója és gasztronómiai élmények is várták a rendezvényre kilátogatókat. Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő elmondta, a helybéli polgárok összetartása mindenképpen említésre méltó, hiszen nagyrészt ennek is köszönhető a kerületrészben folyó aktív közösségi élet. Én azt szeretném, hogy ez a rendezvény a rákoskertiek rendezvénye legyen. Nyilván vannak Csabáról, Ligetről, Hegyről is vendégeink, de fantasztikus úgy végigmenni a platánfasoron, hogy 10 emberből 9 rám köszön, vagy én rájuk, tehát ismerem őket. A folytatásban Zsuzsa Mihály aranykoszorús nóta énekes és színművész produkcióját hallgathatta meg a közönség. Ezt követően Fósz Tivadar alpolgármester, valamint Hatvani Zoltán önkormányzati képviselő köszöntötte az egybegyülteket. A városvezető beszédében Rákoskert egyenletes ütemű fejlődését, valamint a helybéliek összekovácsolódásának jelentőségét emelte ki. Nagyon jó dolog, hogy Rákoskerten a közösség nagyon erős. És ez a közösség az, amelyik mindig kitermeli magából a jövőt, a folytatást. És ahogy elmondtam, hogy a polgári kör tagjainak, polgári köri kezdeményezésből, civil kezdeményezésből jöttek létre olyan fejlesztések Rákoskerten, amik tulajdonképpen párjukat ritkítják, akár a fővárosban, akár hogyha országosan nézzük. Hiszen nálunk lett az első Vasa Albert szobor, nálunk lett az első Nemzetőr szobor, vagy a kerület részekhez csatlakozva mi is egy aradi vértanúk terét hoztunk létre. Az alpolgármester hozzátette, kiválóan működnek a helyi oktatási intézmények, amelyek folyamatos bővítés alatt állnak. Rákoskert napján Báró Sel Gyuláné emléktábláját is felavatták. A kezdeményezés ötletgazdája a Rákoskerti Polgári Kör, Rákoskertér díjas tagja, ifjabb Tisevics Dezső volt. A program folyamot élő rockkoncert zárta, a Kiscipő zenekar Republik feldolgozásait hallgathatták meg a résztvevők.